Válj igazi profi rajzolóvá! Ezt a címet adtuk legújabb online oktatóanyagunknak. És hogy miért? Azért, mert ebben a tananyagban a valós modell alapján rajzolásról, az élő modell alapján rajzolásról lesz szó, azaz megtanítunk úgy portrét rajzolni, hogy a modell ott ül előtted. Nem semmi, igaz? Nagyon sokak szemébe a jobbagyféltekés rajzolásnak az a fő bűne, hogy azt mondják, hogy nem rajzolni tanít, hanem csak másolni, hiszen hogyha referencia fotó alapján rajzolsz, akkor az nem rajzolás, hanem csak másolás. Ugyanakkor, hogyha régóta követsz minket, akkor tudod, hogy mi 4 lépésben határoztuk meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki el tudja jutni odáig, hogy valósághűen, valós modell alapján is meg tudja rajzolni valakinek a portréját. Az első lépés bizony az az, hogy megtanulj a jobbagyféltekés rajzolás módszerével referencia fotóról valósághűen lerajzolni valakinek az arcképét. A második lépés az az, hogy meg tud csinálni ugyanezt, csak nem egy az egy belerajzolni, hanem felnagyítva, azaz kétszeres nagyításban referencia fotó alapján portrét rajzolni. A harmadik lépés a csendélet rajzolás, de már nem fotóról, hanem úgy, hogy összeraksz magadnak tárgyakat, és a tárgyakat rajzolod le. És csak a negyedik lépés az az, hogy képessé válsz arra, hogy le tudod rajzolni valakinek a portréját úgy, hogy ott ül előtted. Ebben a tananyagban az utolsó 2 lépcsőfokkal foglalkozunk, azaz a csendéletrajzolással és a portrérajzolással valós modell alapján. És hogy mit fogsz megtanulni? Az első azok a térbeli megfigyelések, ami ahhoz szükséges, hogy valósághűen le tud rajzolni azt, amit magad előtt látsz. A második, amit megtanulsz ebből a tananyagból, azok a mérések, hogy milyen mérési módszerek vannak, milyen térbeli megfigyeléseket kell tenned, ahhoz, hogy élethűen le tudj rajzolni egy csendéletet vagy egy emberi arcot. Aztán főleg portrérajzolásnál fontos, hogy tudd az arc arányait, és nagyon fontos, hogy van ott egy rajzolási sorrend. Nem mindegy, hogy miután mit rajzolsz meg, és mi ezeket a lépcsőfokokat, ezt a rajzolás sorrendjét mutatjuk meg neked ebben az oktatóanyagban. Ezt már régóta tanítjuk, a csendéletrajzolást is, és a valós modell alapján portrérajzolást is már régóta tanítjuk tanterembe, és most elkészültünk ennek a 2 tanfolyamunknak az online változatával is. Úgyhogy, hogyha el akarsz jutni a rajzolásnak a csúcsára, meg akarsz tanulni úgy portrét rajzolni, hogy a modell ott ül előtted, ha kíváncsi vagy a módszerre, kíváncsi vagy a lépésekre, akkor mindenképp rendeld meg ezt a tananyagot, sőt, hogyha felvételire készülsz, vagy felvételizni fogsz, akkor egyenesen kötelező a tananyag, Magyarországon hiánypótló, kizárólag csak a Valdorartnál nálunk tudod megrendelni. Hogy rendeld meg, várunk szeretettel a képernyő előtt.